Alázat, szolgálat, szerénység, munka. Vastagsot kapott Kósa Lajos, amikor 2014-ben népszerűségi tanácsokat osztott fideszes képviselőknek és polgármestereknek. Az Index idézte fel a beszédet. Ha valakit megválasztanak képviselőnek, polgármesternek, a kettes portásnak is előre köszönünk. Nagyon fontos. Mindenkinek megállunk az utcán, piacon, akármilyen fárasztó. Az újságíróknak azonban nem álltak meg hétfőn a fideszes képviselők, amikor a jegybanki alapítványok költéseiről kérdezték őket. Látja, hogy egyeztetünk programot. Csak egy fél perc kérdés. Másnap 4 szerkesztőség 6 újságíróját tiltották ki a parlamentből, mert rossz helyen kérdeztek. A Fidesz ezt most azzal indokolta, az újságírók egy része provokálja a politikusokat. Kérdésünkre azt írták, hogy valójában arról van szó, hogy alkalmatlan időpontban, alkalmatlan helyen akarnak kikényszeríteni interjúkat, vagy még inkább a képviselőket akarják kényelmetlen helyzetbe hozni. Fotó készül a parlamentben. Az épületben a turisták sokkal több helyen készítetnek felvételeket, mint az újságírók. Az alaprajzon piros színnel jelöltük, ahonnan ki vannak tiltva a stábok kamerái. Az újságírók csak a zölden jelölt részeken készíthetnek felvételeket. Vagyis a közpénzből fizetett képviselők könnyedén el tudják kerülni az újságírókat. Az alaksori ebédlőből például csak egyetlen lift érkezik olyan helyre, ahol kamerák is lehetnek. Hogyha valamelyik politikus mégis ezt a liftet választaná, akkor nagyjából 5 lépés megtétele után már biztonságban van, a tévéstábok ugyanis ezen az ajtón túl nem követhetik. Az Index főszerkesztője szerint a tudósításokra vonatkozó szabályok megalkotásánál nem vették figyelembe a szerkesztőségek szempontjait. Ahhoz, hogy tudósítani tudjon az ember, ahhoz mindig szabályt kell szegni, éppen ezért ez egy rossz és értelmetlen szabályozás. A Magyar Lapkiadók Egyesülete szerint a kitiltások sértik a sajtószabadságot, ezért az intézkedés visszavonására kérik az országgyűlés elnökét.